Maja, Zénó és Bence érkezett hozzánk ma reggel, és itt vannak velük a szülők is, Tápai Szabina, Kucsera Gábor, Máldai Vivien és Judy. Jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Szorongnak a gyerkőcök, ez biztos, hogy annak a jele, hogy félnek a Mikulástól, hát talán nem voltatok jók. Maja, drágám, jó voltál? Ki volt jó? Tegye fel a kezét. Ki volt jó? Tegye fel a kezét. Jó voltál? Akkor tedd fel a kezét. Anya is. Két kézzel. Hát akkor biztos hoz valamit a Mikulás nektek. Zénó nagy nehezen fölteszi, Bence még egy kicsit úgy bújik. Szóval Maja, várjál, bocsánat, ott tartod, nem félsz a Mikulástól? Nem. Jó van. Zénó, várod a Mikulást? Igen. Igen? Te várod a Mikulást, Beni? Várod, te is jól van akkor. De meg is szólalhat, kisfiam. De egyébként már rejtett ajándékot az ablakba? Vagy a kis csizmába? De kaptál már ajándékot. Talált ajándékot? Na mit, Maja, mesélj. Na de mondjad, igen, nem. Igen. Csokit? Veszély vészes egyik. Várjál, azt mondják, kitettétek a cipőket? Igen. Mikrofonban. Lemaradt. Az lemaradt. Mondjad, hogy te találtál. Lemaradt a cipő. Apakul. Vivien, fordít. Én is kitettem a cipőmet, és mit adtunk a Mikulás bácsinak? Mit evett meg? Csokit. Csokit, és a kekszet is megette, igaz? Mert? Éhes volt. Nálunk is megitta az összes tejcsit, meg a kekszet, igaz? És volt valami a cipődben reggel, Manó? Volt? Nem, csak apa. Hogy? Apa cipőjében volt? Végül is az a legnagyobb apa cipője. Igen, az a Mikulástól van? Azt a Mikulás hozta neked, Bence? Igen? Mert úgy hallom, és Csokit nem is hozott. És Zénó neked Csokit hozott, vagy játékot is? És még mit hozott? Ninókát. Nagy piros nínos autót. Hát most már csak azt nem tudjuk, ó, de jó, hogy Majának mit hozott, mert ugye azt beszéltük, hogy cipő nem volt, de hát valami csomag csak volt ott. Csoki volt benne? Azt nézd! Mikulás bácsi! Maja, pont nem tudta elmondani? Na, szedd ki a szádból, légy szíves. Jó is. Na, Mikulás! Na, ennyi. Nagyon messzire jöttem, menj oda. Mehetsz hozzá. Hangosan, mondjad neki. Innen jövök, hogy látszunk. Mondd el neki, menjen, és mondd el neki. Jó fiú. Jó fiú voltam. Zénó, te is jó fiú voltál, hát halál édesem. Ez volna a következő kérdésem. De hát az igazság az, hogy én tudom, hogy ki volt a jó. Én voltam, meg ő. Várjatok, fiúk, és ez a kis csaj. És a Maja is jó. Ő is jó. Hoztál ajándékot Mikulás bácsi. Hát akkor ennek. Nagyon örülök. Jaj, csörök valami. Mi van az állapot? Üvegek azok. Aztán a szülők is kapnak. Vagy a kucsinak hoztam valamit. Gondolk rá. Te is kapsz valamit a télapoltól. Igen. Pálinka a hideg ellen kell. Az igen. És azt nem adom oda. Mi van abban? Hogy lássam a... A futás. A legjobb kisfiúnak. Ellenben énekelni is kellene valamit. Nagyon tudsz valamit. Mert a télapon nagyon szereti az éneklést. Az ének szólt a dalt. Na, elénekeljük? Melyiket szeretem? Valami ideillőt. Bácsi, János bácsi, János bácsi a csatában. Figyelj, és a télapó itt van. Télapó. Valami ideillőt kellene. Hó a subája. Még a cipője, leng a szakálla, zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranya. Nagyon ügyes volt! Ügyes voltál! Ügyes voltál, Bence! Abszolút! Milyen ügyes volt, hogy... Hát akkor én ezt átadom neked, hogy az egészséggel, drága barátom. Nagyon szívesen, de azért anyuék osszák be. Na, Zénomány úr érte. Még egy szót sem. Aranybogaram, te tudsz énekelni valamit? Ó, már el akarja venni. A tiéd lesz, megígérem. De valamit énekeljünk azért együtt, nem? Melyiket ismered, Zéni? Melyik dalt? Ő csak a boldog születésnapot. Az is jó. A télapunk mindenki szülinapja van. Boldog szülinapot kell énekelni neki. Jaj, de szépen meg... Maja, gyere! Na, gyere! Ott maradsz gyere anyánál? Ide, kicsongya, gyere! Na, gyere, nyomjunk egy éneket! Hát egy igazi kis részt! Ahogy begyakoroltuk! Na,
Most félsz a tél a pótól? Gyere, együtt elénekeljük. Megértem, megértem. Nekünk jól lesz anyai, neked az is tökéletes. Anya vállalja ezeket a feladatokat. Igen, anya mutának a jönnék. Majd Valdi, ne énekel. Majd megintelenézzeg. Na, Bence, majd Csabi. Kapcsolva, most már énekel. De most valami másikat énekeljünk. Gyere, énekeljük el. De János bácsit hagyjuk. Hát János bácsi nagyon szép nóta, de én azt gondolom, hogy ez nem annyira ideillő nóta. Valami más nincs esetleg. A hullapelyhes nem ismeri senki? Hát a hullapelyhes senki nem ismeri. Rajta, segít. Na akkor gyere, énekeljük el a kis angyal. Hullapelyhes fejlő, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja szár, vonzsákodban minden jó, piros alma mogyoró, jöjjel hozzánk, várunk rá, kedves öreg télapó. Enyém a csomag! Bence, nem próbáljátok Maját ide hívni? Maja, gyere ide, drágám, elénekelte neked. Bence, ezt a nótát. Hadd adjam ezt oda neked, drágám. Nézd, jaj, le, nézd már, mit hozott a Téla. Szerintem már anyának kell odaadni. Nekem is hozhatsz Téla. Én nagyon jól viselem. Az nem ilyenkor van. Jaj, a Télapó nagyon fázott már. Az éjszaki sarkon jöttem. Rénszarvassá jött a Télapó, Bence, tudod, anyám is. Rudolf egy kicsit rakoncátlankodott. De azért mindenkinek. Megbokrosodott? Hoztunk egy másik Rudolfon. Vártatok már nagyon a Mikulás gyerkőt. Igen, Maja? Mióta készülsz már erre a napra? Én nem tudom, mi történik vele a gyerekek, de... Hát ma... Ja, ilyenkor... Délapusztól sok gyerek zavarba jön. Nehéz ez a találkozás a Mikulás. De látom, már nem először találkozunk vele, hogy nem tudom, hogy idén voltatok el. Írgácsot nem is hoztam, nem tudom észrevesélni. Az a durva, hogy nekünk ez már a harmadik. Minden nap. Ez a harmadik. Igen, de azért valljuk, hogy ez a legcukibb Mikulás. Igen, igen. Ilyenben találkoztunk több Mikulással. De miért nem ugyanez ment a körbe? Ő csak segítő. Az igazi én vagyok. És a karácsonyra már készültök? Leadtátok a listát, hogy mit szeret? Szeretnétek Jézuskától? Ünnejdelem olyan. Bence, mit szeretnél Jézuskától? Ó, gondolom, mindenféle fiús cucca. Egy típusú olyan... Na, mit szeretnél, nem bohóckodjál? Mit szeretnél Jézuskától? Ajándék. Ajándék. Az jó, az biztos, hogy a fekete Lamborghinit említed, meg Berki Krisztián. Az nem mond, mert tudja, hogy Porsche-ja van, és mindig elviteti magát egy körre vele. Hát már nem sokáig, mert a Krisztián nagyon rossz gyerek volt, úgyhogy a szürke Porsche ugrott, azt visszaveszem. Azt remélem, te kapod meg akkor. Zénó, te mit szeretnél a Jézuskától kapni karácsonyra szíve? Ez a tiéd. Én mit hozzak? Aki jó, az kapja. Jézuskától mit kérsz? Mit hozzon neked a Jézuska? Nem tudom. Nem tudod? Maja, te mit szeretnél a Jézuskától? Hát a Mikulásos azért adott nektek jó sok csokit. Jaj, Péter, fölveszem az adásmenetet. De megkapsz tőlem egy adásmenetet. Nem babát szeretnél? Mit szeretnél? Semmit. Semmit. Nagyon jó. Istenem, végre. Köszönjük szépen a könnyű dolgot. Nagyon örültem, hogy itt lehettem veletek. Köszönjük. Nagyon sok dolga van a Télapónak, még sok gyerek várja az ajándékokat. Szervusztok, gyerekek, szervusztok. Még a Mikulás elmegy. Mit szólnátok hozzá, hogyha elmennénk egy kis szaloncukrot készíteni a konyhánkba? Jöttök velem? Gyerkőcök. Nézel. Én a szülőknek is jár rám. Ó, köszönjük. Azt hittük, hogy virgácsot kapunk. Szerintem köszönjük. Amit itt a szülőnek is.